Szepesi Tiborral, Karcagváros polgármesterével arról beszélgettünk, hogy milyen célkitűzésekkel indult az év, melyek voltak a legfontosabb feladatok, költségvetés tekintetében hogyan teljesített 2020-ban a város, hogyan tervezik a 2021-es év költségvetését, melyek azok a beruházások, amelyek lényegesek Karcag életében a következő évben. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évértékelő interjúra. Jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm a meghívást. Polgármester úr, tekintsünk vissza az elmúlt évre. Milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult el 2020? Azért is sajátos kérdés ez most, mert nem az ön irányítása alatt kezdte meg a város 2020-ban, illetőleg folytatta a működését, hanem évközben egy sajnálatos esemény is történt. Beszélünk mindezekről. Talán egy picit még jobban visszamennék az időben, hiszen 2019 évvégét írtuk, amikor egy sikeres önkormányzati választás után megalakult az új önkormányzat, és valóban terveztük a 2020-as évet, természetesen akkor még Dobos László polgármester úr vezetésével. Ott álltunk a költségvetés tervezésekor, ott álltunk a célok kitűzésénél, hogy 2020-ban milyen feladataink lesznek. Természetesen átnéztük azokat a pályázatokat, amelyek folyamatban vannak, amelyeket szeretnénk elindítani 2020-ban. És ugye akkor ért bennünket a hír azokban az időszakokban, hogy a koronavírus járvány elkezdődött és terjed a világban. Ugye átléptünk a 2020-as évben, és még örömmel vártuk az egész éves feladatainkat, készültünk mindenre. Ugye végignézve nem olyan régén is a naptáramat, most meglepődve tapasztaltam, hogy az utolsó nagy rendezvény a városban, az a február elejé kolbászízesítő verseny volt, akkor lehettünk még, gyakorlatilag nem tudtuk, de akkor lehettünk utoljára együtt, és ünnepelhettük ezt a nagyon szép rendezvényt. Ugye a március 15-i ünnepséget már önállóan mindenki egyedül élte meg, hiszen nem lehetett rendezvényt tartani, nem lehetett együtt ünnepelni nemzeti ünnepünkön sem. Aztán ugye természetes módon elmaradt az összes olyan rendezvény, amelyet beterveztünk, egy picit megállt az élet, hiszen be kellett tartani azokat a szabályokat, amelyek mindannyiunk érdekében hozott meg a kormány, és természetesen mindenki látta azt, hogy ez nem egy megszokott betegség, nem egy olyan vírus, amelyel az előző időszakokban, legalábbis ma élő emberek találkozhattunk. Közben jött az a tragikus hír, ugye, hogy polgármester úr súlyos betegsége kapcsán kórházba került, ahol végül elhalálozott, és nagyon szomorúan viseltük ezt a hírt. Az ő temetését nagyon szomorúan élte meg mindenki, azt gondolom az egész város mélységesen megrázta ez az esemény és ez a hír. Ezután kellett ugye újra munkába állnunk, újra fölvenni azt a ritmust, ami nyilván nagyon nehéz volt egy ilyen esemény után, körítve azzal a helyzettel, amit aztán a koronavírus okozott. A nyáron egy picit föllélegeztünk, és azt hittük ott az augusztus 20-ai ünnepség sorozatban, ahol azért néhány rendezvényt meg tudtunk tartani, volt még, ha jól emlékszem, színházi előadás is, és talán még egy pici közönség részvételével lezajló koncert is a Dérinében. De aztán újra elérte Magyarországot is, és természetesen Karcagot is a koronavírus járvány. Arra nem gondoltunk, hogy ez lesz a nehezebb. Várható volt természetesen a második hullám, de az, hogy ilyen nagy számban éri el a városunkat, erre azért nem gondoltunk. Nyilván föl voltunk készülve, hiszen azok a szakemberek, akik a frontvonalban dolgoznak, legyenek ők egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, a kereskedelemben, a pénzügyekben, a mezőgazdaságban, a tömegközlekedésben, és mindenkit felsorolhatnék, azért tudták azt, hogy komoly feladatok lesznek, és azt gondolom, hogy mindenki állt a sarat, és állja a mai napig a sarat, és ezt én köszönöm mindenkinek, de nagyon nagy erőfeszítés, azt gondolom, ezt a mindennapokban átélni és megélni. Itt tartunk 2020 végén, és még nem látjuk a végét.
Az adatokból az látszik, hogy nagyjából most érte el Korszakot is a tetején. Én nagyon nagy kitartást kérek mindenkitől. A legfőbb célunk természetesen az, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, hogy mindenki túl legyen ezen a helyzeten. Polgármester úr több szegmest érintett, hogy mik történtek ebben az évben. Kicsit bontsuk ezeket ki. Számos beruházás volt folyamatban, van folyamatban, és fejeződött is be ebben az évben. Melyek talán a legkiemelkedőbbek, amelyek elkészültek? Mindegyik fontos, hiszen valamit hozzátesz a város életében, valamit megkönnyít, valamit szebbé tesz. Valakinek olyan dolgot jelent, ami az ő életében és sokkal fontosabb annál, mint ami előtte volt. Ha ki kell emelni, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges azokat a pici beruházásokat is, amelyek kicsit a komfortérzetet javították, tehát a járda, a kátyúzások, az útfelújítások, azok az új parkolók, amelyeket sikerült kialakítani a városközpontban is, hiszen ezek a mindennapi életünk velejárói és könnyítői. De megemlíthetném azt a rendezvényközpontot, amelyet az Akácsliget fürdőben tudtunk átadni, és megemlíthetem természetesen, amely a végéhez közeledő beruházás, de a piaccsarnok környékének a rendbetétele, az új vásárlótér, az mindenképpen egy olyan beruházás, amely tényleg a mindennapjainkat fogja szebbé és jobbá tenni. Nagyon sok kisebb beruházás is volt, ahogy mondtam, a parkoló felújításoktól kezdve, az árok lefedéséig, a belvízvédelemig. Mondom még egyszer, mindegyik fontos számunkra, független attól, hogy mekkora volumenben zajlik le. Költségvetés tekintetében hogyan teljesített Karcag ebben az évben? A pályázatoknál is elmondható, hogy nagyon sok átcsoportosításra volt szükség, ahhoz, hogy egyrészt folytatódni tudjanak és folyamatosan tudjanak zajlani, hiszen a vírus mindent felülírt, és természetesen a legnagyobb költséget a vírus elleni védekezésre kellett fordítani. Többször került a háztartásokba védekezéshez szükséges maszk, többször vittünk az intézményekbe olyan kézfertőtlenítőt, olyan védőruhákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindenki egészségben tudja átvészelni ezt a helyzetet. És természetesen erre fordítjuk a jövőben is a legnagyobb figyelmet, hiszen ez a legfontosabb a tesztelések, meg a tesztek megvétele, ugye a különböző intézményekben dolgozóknak a tesztelése, a szociális otthonban lakóknak a tesztelése, ez mind-mind olyan komoly anyagi ráfordítást is igényel, ami a költségvetést természetesen befolyásolta. Ennek ellenére egy stabil költségvetéssel tudjuk zárni ezt az évet is, hiszen a bevételeink nagy részt teljesültek annak ellenére is, hogy ezeket az átcsoportosításokat meg kellett lépni, és természetesen az állami védekezéshez is hozzá kellett járulni ezzel. De azt gondolom, hogy tudjuk teljesíteni, jól tudjuk teljesíteni, és szerintem a jövő évi tervezésnél is ezeket figyelembe tudjuk venni. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen.